Az önkormányzat támogatásával 5 millió forintból felújították a sájszebészeti szobát a Zsebők Zoltán rendelőintézetben. Ez egy olyan szolgáltatás, amit nem minden esetben támogat az egészségbiztosítási pénztár. A szakrendelő vezetése mégis kitart a speciális ellátás mellett, aminek finanszírozásában az önkormányzat segít. Sós Lajos, a fogorvosi rendelő vezetője hangsúlyozta, egy ekkora kerületnek szüksége van szájsebészetre. Példaként egy keddesti esetet hozott fel a főorvos, amikor egy idős asszonyt kísértek be a rendelőbe 6 órakor, aki a közeli villamos megállóban csuklójára és arcára esett. Elláttuk a beteget primer szájsebészetileg, megvartuk 3 rétegben az ajkát, szinte ezzel párhuzamosan már a sebészeti osztállyal összedolgoztunk, aki a röntgen osztállyal, és gyakorlatilag lerövidítve 18 óra 58 perckor megjelent a lánya, és azt mondta, nagyon szépen köszönöm önöknek, mert 50 perc alatt az idős hölgy egy komplex, egész sebészeti és szájsebészeti ellátásban tudott részesülni, hála a szakrendelő intézet szervezettségének. A szájsebészeti szék új borítást kapott, míg a műszerek teljes felújításon estek át. Ugi Attila polgármester két ok miatt is fontosnak tartja, hogy a 18. kerületi rendelők többletszolgáltatást nyújtsanak az itt élőknek. Itt a kerületben az összes kerületi állampolgár biztonságban érezze magát, és ne kelljen a Dél-Pesti kórházba, vagy bármilyen más olyan nagyobb fekvőbeteg ellátónak, a járóbeteg szakellátó részére látogatnia, ami egyrészt a mindennapos kezelések esetében távol van, másrészt pedig mégiscsak a komfortérzetét csökkenti azzal, hogy az utazási idő növekszik. A Zsebők Zoltán szakrendelőben található szájsebészet a hét mindegyik munkanapján előjegyzés alapján fogadja a betegeket.